A kerületi tanulmányi versenyeken legjobb eredményt elért diákokkal telt meg az önkormányzat nagyterme december 14-én délután. A helyesírásból, történelemből és angol nyelvből legjobban teljesítő általános iskolásokat Hoffmann Tamás polgármester köszöntötte, és oklevelekkel, jutalomkönyvekkel díjazta a kiemelkedő teljesítményeket. Örülök annak, és azt gondolom, hogy az anyagiakon túl az erkölcsi támogatása fontos, és az, hogy ezek a versenyek Újbudán legyenek, minél nagyobb számban vegyenek részt rajta, diákok jelentkezzenek rá az iskolák, hiszen ettől lesznek felkészültebbek, okosabbak és műveltebbek, és felkészítve lesznek a aztán következő, még egyre nagyobb betűs élethez. Hoffmann Tamás megköszönte az oktatási intézményeknek, hogy idén is részt vettek a tehetségek felkutatásában és gondozásában. Biztosította őket, hogy az önkormányzat a jövőben is támogatni fogja a kerületi tanulmányi versenyek lebonyolítását. Köznevelési rendszer átalakításával ugye nagyon sok változás történt az iskolákban, ugyanakkor nem változott az, hogy az önkormányzat elkötelezett a tehetséges gyermekek irányába, és nagyon büszkék vagyunk arra, hogy különböző versenyeket szervezhetünk nekik, ahol ők bizonyíthatják tudásukat, és ezt az önkormányzat mindig is kiemelten fogja támogatni. Nagyon jók voltak az eredmények, és a zsűri úgy döntött, hogy az első 6 helyezett tanulót helyezésükért díjazzuk, és meghúztuk a ponthatárt, és akik kiváló eredményt értek el, ők is részesülnek a jutalomban, csak az ő oklevelükön a kiemelkedő eredményükért dicsérő oklevelet kapnak, hogy ugye ez jobban mutat és szebben hangzik, mint hogy 8. vagy 9. helyezett, hiszen sokszor 4. és fél pontszámok döntötték el a sorrendet.